Még csak január van ugyan, de a nyolcadikos diákok már nagy erőkkel készülnek a kísérettségire. Jól is teszik, ugyanis a jövőjük függ a megmérettetéstől, hiszen ez határozza meg, hogy melyik középfokú oktatási intézményben tanulnak majd tovább. A matematika nagy fejtörést okoz a diákok többségének, mondhatjuk, hogy igazi mumus. Sok igyekezettel azonban elérhető a kívánt pontszám. Túr Rudorka azért jelentkezett a VM4K felkészítőjére, hogy egyik tantárs se okozzon neki problémát. Azért, mert gondolom a felvételében, hogy jobb legyen az eredményeim. A diákok nagy része eltökélt, már tudják, hol szeretnének tovább tanulni. Politechnikába szeretnék grafikusnak menni, és azért jöttem, hogy jobban másson az érettségi. A tanulók szombat délelőtt földrajzból készülhettek fel, egy felmérő tesztet töltöttek ki, majd bele is kezdtek a tananyagba. A felkészítő végén újabb teszt vár rájuk, hogy kiderüljön, mennyit tudnak elsajátítani a diákok, mondta Petkovics Márta, földrajztanár. Készítettem egy felmérőt, ami alapján majd a későbbiekben dolgozni fogunk. Elkezdjük a tananyagot is, célom az, hogy mindenki föl tudja mérni azt, hogy milyen szinten van, és mennyit kell neki még tanulni a kísérettségig, hogy minél eredményesebben le tudja rakni a földrajzot. A felkészítőn 70 diák vett részt, Vajdaság több iskolájából. Azért fontos, mert a 13-4-5 éves nyolcadikos diákok egy hatalmas döntés előtt állnak. Ezt a döntést ők szeretnék minél jobban, minél célirányosabban meghozni. Azonban ennek a feltétele az, hogy sikerüljön a kísérettségi vizsgasor. Ebben szeretnénk mi segíteni a diákoknak, hogy azt, amit ők elképzeltek, ami a vágyuk, hogy abba az iskolába, középiskolába vagy gimnáziumba bekerüljenek, amiben szeretnének. A nagy érdeklődésre való tekintettel a VM4K még egy felkészítő csoportot indított. Ők február 1-én kezdik meg a kísérettségére való felkészülést.